Szeretettel köszöntök mindenkit. Valóban a elmúlt években nagyon sok projektet készítettem, és a eddig megrendezett valamennyi digitális témahéten részt is vettem projekttel. Ezek közül szeretnék egyet részletesen bemutatni, illetve ötleteket adni arra nézve, hogy milyen típusú természettudományos projekteket lehet megvalósítani. Rendszeresen valósítunk meg természettudományi témaheteket az iskolánkban. Itt ezen a dián a talán a legjobb 15 látható. Kicsit röviden erről beszélnék pár szót, hát ha valakinek ötletet adhat, hogy ilyen témakörben is lehet projektet megvalósítani. Az első ilyen a vízvilága volt, ahol a földrajzbiológia, fizika, kémia területén a víz minden egyes tulajdonságát megvizsgálva a 9-esek hoztak létre projekteket. Aztán kétszer fordult elő az autó témaköre, ami a középiskolások részére egy izgató téma, alig várják, hogy jogosítványuk legyen, nagyon szeretnek utazni. A mai fő téma is erről a Mi autónk című tavaly megvalósított projektről szó. Sok tantárgyat fogott át az a hőtani projekt, aminek kicsit furcsa címet adtam, hiszen az ókorban azt gondolták, hogy a hő az egy folyékony anyag. Ez a projekt egyébként nemzetközi díjat is nyert. Itt a hő minden egyes tulajdonságát megvizsgáltuk. A rajz, tehát a hideg-meleg színektől kezdve a sporton át, a fizika, a kémia, a biológia, de még a humán tantárgyakat is érintve, például hogyan jelenik ez meg a műalkotásokban. Örök a reneszánsz, hiszen tudományos szempontból rengeteg újdonságot tartalmaz, és egy kicsit érdekes volt, hogy ezt is a magyar irodalommal közösen kapcsoltam a matematika és a fizika témájához. Szintén kétszer volt már az űrállomás is, hiszen ez egy olyan átfogó, szinte csúcs teljesítmény az emberiségnek, ahol nagyon sokrétű kutatások zajlanak. A jelenlegi technika segítségével, akár napi szinten webkamerák segítségével be lehet nézni az életükbe, lehet látni szabad szemmel, tehát ezeket is nagyon jól lehet projekttémájául felhasználni. A hullámok világa és a digitális, minden, amit a digitális világba vezet projektek szerepelnek már korábbi webináriumokon, illetve a digitális témahét weblapján valamennyi anyaga elérhető. Nagyon különleges volt a természetihlette találmányok, hiszen ahogy a címében is van, minden olyan emberi tárgyat megpróbáltunk megkeresni a bogáncstól kezdve a különböző páncélzatig, amelyeket az ember valamilyen módon a természetből vett át. Szintén nagyon átfogó téma volt a hadtörténelem, ami a védekezés-támadás témakörét vette végig, kezdve ott, hogy az ember valamilyen módon fegyvert készített különböző fizikai elvek alapján, kezdve a egyszerű hajító fegyvertől egészen az atomfegyverig, de nyilván ezek történelmi eseményekhez is kapcsolódtak, így módon a humán területre is átmentünk, ugyanakkor az emberi test és védelemre szoruló különböző betegségek, járványok tekintetében, így a betegségeket is belevettük, mint védekezés és támadás esetén. Az ember, mint robot és a sugárözönben élünk két végzős projekt, alapvetően itt középiskolás projektekről van szó. Az ember, mint robotban az utolsó évben a diákok az összes eddig áttekintett fizikai folyamatot értelmezték, mint az emberi test működésére alkalmas folyamatot.
illetve a tavalyi utolsó témaetünk az a modern fizikához kapcsolódóan erről vonatkozóan még a későbbiekben lesz szó. Mai alkalommal a tavalyi digitális témaiten megrendezett Mi autónk című projektet szeretném részletesebben bemutatni. Ez a projekt 9. osztályban került megvalósításra, mégpedig egy 34 fős 9. osztályban, ahol 9 szabadon szerveződő csoportban dolgoztak a gyerekek, 3 teljes napon át, 2 tanár bevonásával, és a fizika, informatika, matematika, angol nyelvet érintették közvetlenül. Mint minden projektet, a tanulócsoport alapos megfigyelése előzte meg. Egy szófelhőben összefoglaltam, hogy körülbelül melyek voltak azok a címszavak, amik a projektet elindították. Nyelvi előkészítős osztály, tehát 16 évesek körülbelül, amikor ez a projekt zajlott, a nagy részük már elkezdte a jogosítvány megszerzésének folyamatát, általában a műszaki ismeretek résznek az elvégzésével, és folyamatosan hallottam szünetleg erről beszéltek, amik értelmszerűen rengeteg fizika témakörbeli jelenséghez kapcsolódnak. A témahéten kapcsoltuk a tevékenységeket ahhoz, hogy ők a CodeWeek-en részt vettek egyszerű programozási tevékenységekben, mint például ismerték a Microbit-et, illetve ezt megelőzően ők részt vettek egy finn pilot programban, ahol egy 2 órás online tanfolyamon az Arduino programozással ismerkedtek. Néhányuk idősebb a koránál, és nekik már van jogosítványuk, így megtapasztalták az milyen utasként, illetve milyen sofőrként az autóban utazni. Illetve nyelvi előkészítős osztály, az azt jelenti, hogy óriási óraszámban tanultak az első évben angol nyelvet, és mindenképpen szerettem volna felhasználni az ismeretszerzés szempontjából. Mint minden projektet, alapos tervezése előzte meg, és a tervezés során pontosan meghatároztam, hogy mik azok a projektirányítási eszközök, amiket ebben a projektben alkalmazok. Először is rengeteget beszélgettünk a gyerekekkel arról, hogy a témát illetően mi az, ami ténylegesen idegen nekik, illetve mi az, ami nehézséget okozott például a műszaki ismeretek elvégzésében. Ők maguk ajánlották azt a weboldalt, ahol lehet gyakorolni erre a bizonyos vizsgára, és előzetes tudásfelmérésként valamennyi gyerek megcsinálta ezt a tesztet, majd egy ilyen online űrlapon, aminek a képernyő képe látható, kitöltötték azt, hogy körülbelül mit tudnak a különböző témakörökben. A projektfeladatokat mindig úgy szervezem, hogy lehetőség szerint a gyerekek önállóan tudjanak dolgozni, ugyanakkor követhető legyen az előrehaladásuk, és tudjuk azt is, hogy éppen hol tartanak, milyen problémákkal küzdködnek, illetve milyen célja van a feladatnak, hogyan lesz értékelve ez a feladat. Éppen ezért a feladatokat ellenőrző listák, különböző segítő kérdéslisták, mintakódok, mintavideók segítik, a projektproduktumoknak a létrehozását pedig áttekintő táblázatok támogatják. Hogyan valamennyi projektnél a projektmunka befejezésével, önértékelésre, társértékelésre, illetve az együttműködés értékelésére is sor kerül egy online űrlap segítségével, illetve a bemutatások része az egy verseny, amik szintén meghatározott szempontok szerint pontot érnek. Ezeket a pontokat az áttekintő táblázatok pontjaival együtt egy összesítő táblázatában rögzítjük, és így módon egy komplex értékelést kapunk. Az első ilyen feladat volt, a rakótelepi iskola vagyunk, a közelünkben található ez a kereszteződés,
amelyen szinte minden gyerek átmegy, amikor az iskolába érkezik, és reggel, illetve este, ha egy bizonyos alkalmazást megnézünk, akkor ez a közösségi kép fogad bennünket, legtöbbször 2 km/h a haladási sebesség, és azt a feladatot kapták, hogy térképezzék fel ezt a kereszteződést, hogyan van beállítva a lámpa, illetve lehetséges-e, hogy ez valamilyen módon ez a dugó helyzet reggel, illetve a délutáni órákban megszűnik. Ehhez szétosztottuk a kereszteződés 19 számáját, csoportoknak kellett választani, hogy melyik lámpa működését fogják tanulmányozni, és el kellett készíteni a lámpa működésének az algoritmusát. Hogy pontosan tudják, hogy miről is van szó, egy ellenőrző listát kaptak, amely alapján, hogyha végigmentek rajta, akkor meg tudták csinálni a feladatot, illetve én is biztos lettem benne, hogy azt a feladatot végzik el, amit éppen én szerettem volna viszont látni. Elkészítettek utána egy folyamatábrát, hogy hogyan működik, megállapították, hogy a ciklikusság milyen részekből áll, és volt két csapat, aki elég komoly javaslatot tett arra, hogy hogyan lehetne jobban beállítani ennek a kereszteződésnek a működését. A másik feladat hát fizika projektként indult, úgyhogy mindenképpen fizika feladatok is szerepeltek benne, mint ahogy a tananyag egyéb részeiben is számtalanszor hivatkozunk a közlekedésre. Hát vannak ez nagyon száraz feladatok, mint például itt ez a hármas rajta válasz, ami tankönyvi feladat, de értékei azok valósnak tűnnek. Ezt meg kellett oldani. Ellenőrzésképpen eleve megadtam, hogy körülbelül mi az az érték, amit meg kellett, hogy kapjanak. Ugyanakkor ehhez kapcsoltam egy olyan gyakorlatban előforduló problémát, hogy a Google térképen keressenek egy olyan kanyart, ahol szintén ugye ez a veszélyes útkanyarulat balra tábla található, és sebességkorlátozó tábla is tartozik hozzá. Ugye ezt meg lehet keresni szépen online. Ki kellett számolni, hogy ahhoz a sebességkorlátozó táblához mekkora sugarú kör tartozik, ezt a térképre egy körívhez éleskedő kör segítségével, illetve arányossággal kapták meg. A másik ilyen feladat az teljesen a valósághoz kapcsolódó. Szintén tankönyvi feladat a 4-essel jelöltem, ahol megadtam gyártlagos fékezésnek az értékét, és ki kellett számolni, mennyi idő szükséges a megállóba. A projektet megelőzően nem most olyan messze tőlünk történt egy baleset. A híradásban megláttam azokat a fényképeket, amiről az úttesten látható, leolvasható a konkrét fékút. Meg kellett keresniük, hogy hol van az a helyszín. A leírásból meg kellett nézni, szintén ugye online eszközökkel ezt meg lehetett nézni, hogy mennyi volt a maximális sebesség, és ki kellett számolni, hogy ha ennyi úton állt meg az autó, akkor az megfelel a megengedett sebességnek, és ebből egy következtetést levonni, hogy ki is volt az a hibás, az autó vagy a gyalogos. Ezt nagyon tetszett nekik ez a feladat, konkrétan akkor rádöbbentek arra, hogy ez tényleg ott volt a közelben, és így módon kicsit a valósághoz tudták kapcsolni a tanultakat. A feladatok végeredményét egy online felületre kellett behinni, ennek a felületnek az a neve egy ThinkLink, ezt finn és amerikai fejlesztésként megtalálható évek óta az interneten. A finn iskolákban előszeretettel alkalmazzák, van egy oktatási változata is, és tulajdonképpen egy képet, vagy egy videót, vagy akár egy 360 fokos videót lehet különböző feliratokkal és multimédiás tartalommal ellátni. Egy ilyet kellett készíteniük két feladathoz is, hogy ne csak
úgy a saját fejük szerint készítsék, illetve úgy készítsék el, hogy az megfeleljen az elvárásoknak. Előre kaptak ehhez egy úgynevezett áttekintő táblázatot, ami cél, következtetések, főbb elemek, multimédiás elemek és kreativitás szempontjából egy pontrendszert állít fel. Így módon a gyerekek előre tisztában voltak azzal, hogy a végtermék milyen elvárásoknak kell, hogy megfeleljen. A készítés során folyamatosan ellenőrizni tudták azt, hogy melyik szempontnak milyen szinten felel meg, így módon tudták a tanulás folyamatában még módosítani a végtermékeket. Bár digitális témahét, az autó témakörénél még napi szintű tanulmányom is végre szoktam majdani ezt a feladatot, amikor csupán egy egérfogó segítségével kell egy autót készíteni. Itt ugye az egérfogó rugalmas energiáját kell valamilyen módon átállítani a mozgási energiává. Nagyon egyszerű eszközöket kapnak, és ez alapján kell megépíteniük az autót. Azt gondolom, hogy a mai középiskolásoknak nagyon kevés lehetősége van a manuális tevékenységre, ugyanakkor ez nagyon hiányzik neki. Készítéshez ezeket a kérdéseket kapták segítségül, így módon, ha ezeket végignézték és végiggondolták a válaszokat, akkor meg tudták építeni ezt a járművet. A járművek versenye két részből áll, egyrészt az itt látható, hogy melyik ment a legmesszebb, a másrészt a dizájnra is pontokat kaptak. A fő és kedvenc feladat viszont a digitális vezérlés volt. Egy vezérelhető autó alkalmazást kellett elkészíteniük a csoportoknak, és bár kaptak példakódokat, nagyon szép és kreatív eredmények születtek. 9 csoportban egy csoport vállalta be, hogy Arduino-val készített tollatóradart, a többiek a Mikrovit mikrokontrollert alkalmazták az eszköznek az elkészítésére. Készült egy elektromos ablakemelő, ahol a fő kihívást az jelentette, hogy hogyan is lehet ezt a motor által létrehozott körmozgást függőleges lefel mozgásra átvinni. Legóból készítettek egy csigarendszert, és az emelte fel az ablakot. Készült egy automata légkondi modell, ami egy adott hőmérsékleten beindított egy ventilátort, egy esőérzékelő ablaktörlő, ami a szenzor nedvességének hatására elindította a szervomotort. Készült egy mozgásérzékelő riasztó, besötétedésre bekapcsoló lámpa, indexlámpa, valamint elég különleges módon egy GPS modell, ahol volt egy fő mikrovit magán a járművön, majd ezt a mikrovitet úgy használták GPS-ként, hogy mikrovitnek 4 másik mikrovit rádiójelét kellett venni ahhoz, hogy a haladást jelző előrefelé mutató nyilat mutassa. És végül készült egy féklámpa. Nagyon élvezték ezt a feladatot, és még büszkén mutatták, hogyha a saját kis alkatrészük elkészült. Viszont ezzel még nem volt vége, hiszen egy szintén mikrovittel vezérelhető kis automodellre szereltünk kartonlapokat, azért, hogy nagyobb hely legyen, és valamennyi alkatrészt erre az egy autóra rá kellett építeni. Ez komoly együttműködés igényelt, hiszen eléggé meghatározott helye van mondjuk egy indexlámpának, és nem lehet csak úgy oda tenni, hanem figyelni kell arra, hogy a többiek is elférjenek, illetve valamennyi mikrovit áramellátása az biztosítva legyen. Ez egy komplex feladat volt, a csoportokból általában 2 ember ment a közös autóhoz, és építette meg azt. Meg is lett az eredménye, és elkészült a mi autónk, ami összesen 11 mikrovit és egy Arduino mikrokontroller működésével volt életképes. Hát kicsit olyan össze-visszának tűnik, de valójában a rendes autó is
kábelek és izzók és különböző elektronikai eszközöknek az összessége, csak nem látjuk, hanem el van szépen takarva. Ahogy említettem, elvégeztek egy olyan előzetes tudásfelmérést, ahol tulajdonképpen az autó vezetés műszaki vizsgájára felkészítő kérdések voltak. Ezekben a csoportosításokban, ahol itt látható. Tekintve, hogy ugye rájöttek, hogy itt mennyi minden hiányosság van, mennyi fogalom, amiről nem nagyon tudjuk, hogy itt mit is kell csinálni. Ezért a csoportok innen is választottak egy-egy témát, és szintén egy Singlink segítségével feldolgozták, majd aztán a projekt végén bemutatták. A mai világban már szinte elképzelhetetlen, hogy valaki egy hagyományos térképet néz meg, és úgy közelít az úti céljához. Rengeteg olyan alkalmazás van, ami az útvonal tervezést segíti, és ezek ugye GPS-t használnak. GPS működésének a megértésére konkrétan egy modellt kellett készíteni, ahol egy Lénárd gömb adta a Föld modellt, és itt kellett elhelyezni azt a négy adót, ami a jelet adja. Így módon kicsit beleláttak a diákok abba, hogy a gömbgeometria mit is jelent, illetve mit jelent az, hogy egy autó lát egy GPS-et, vagy nem látja, és hogyan is lehet három, illetve négy GPS adó segítségével pontosan meghatározni az autónak a helyét. Használtak különböző útvonaltervező alkalmazásokat, mégpedig különféle felületeken, tehát összehasonlították, hogy a mobiltelefonon, illetve a gépen hogy is néz ki ez, illetve megkeresték, hogy konkrétan az iskola milyen képek segítségével szerepel ezeken az oldalakon. Például észrevették, hogy a iskolánk nagy felújítása előtti képek vannak még mindig fenn, és így tudatosult bennük, hogy nem mindig teljesen aktuális az, amit ezeken az online térképeken megtalálnak. Ehhez a feladathoz kapcsoltam egy érdekes felületet. A Stanford Egyetem készített egy olyan alkalmazást, ahol vissza lehet menni egészen az ókori római birodalomba, és ott egy útvonaltervet készíteni. Eleve meg kellett keresniük, hogy melyek azok az ókori római városok, amelyek a mai Magyarország területén valaha léteztek, és két ilyen között egy útvonalat kellett tervezni. Konkrétan ez a csoport itt, ugye a mai Budapest területén található Aquincum, illetve a mai Komárom területén található Brigéció városa között tervezett útvonalat. Ki lehetett jelölni, hogy melyik évszakban. Most a leggyorsabb út van kiválasztva gyalog 30 km per nap távolságban. Itt egy civil utazó be lehetett jelölni akár a hadsereget, amely hóbellátásban részesültési nyilván gyorsabb volt. És hát megdöbbentek az adatokon, itt ugye 2,5 napig tart, 76 kilométer, az árak azok dénárba értendők, és be lehet akár azt is jelenteni, hogy hol lehet a tevét megjutatni, és különböző egyéb opciók. A gyerekek nagyon élvezték ezt a feladatot. A projektfeladatok végrehajtása után jött a bemutatás. Nagyon fontos, hogy tekintve, hogy a csoportok nem is egyforma feladatot kapnak, mindenképpen mutassák be azt a végterméket, amit elkészítettek. Nagyon fontos ez a úgynevezett 21. századi készségek szempontjából is, hiszen kommunikálni azt, amit elkészítettünk, az mindig egy nagyon elvárt képesség. Így módon a csoportok a többi előtt bemutatták azt az alkatrészt, sőt, működtették azt az alkatrészt,
ami ezen az úgynevezett modellen elkészült. A folyosón zajlott az autók versenye, illetve projektoron mutatták be azokat a szinglingeket, amik a műszaki ismeretek területén történtek, illetve itt mutatták be, hogy a fizika feladathoz kapcsolódó online gyakorlati feladatokat hogyan oldották meg. A bemutatás értékelése is nyilvános volt rögtön a projekt kezdetén. Minden beszámolóhoz tartozik egy ilyen áttekintő táblázat. A gyerekek így módon pontosan tudják, hogy a pár perces előadás során hogyan kell előadni, milyen szempontok szerint lesz az értékelésük, mikre kell figyelni. Elmondom itt azt, hogy az első dián bemutatott 15 projekt közül három egy ugyanazon osztályra vonatkozik. Ez az osztály most végzős, és talán egy osztályból nem annyira lehet messze menő következtetéseket levonni, de tény az, hogy döbbenetes volt látni azt a fejlődést, hogy a harmadik témahétre már a csoportok önállóan dolgoztak, hogy a problémák megoldásához egészen másképp álltak hozzá, hogy a feladatvégzés üteme, a fegyelmezettsége sokkal jobban ment, illetve összesen lehetett hasonlítani, hogy mennyit fejlődtek abban, hogy a saját produktumokat hogyan mutatják be az osztály előtt. Másik tényező, ami szintén szokatlan az iskolánkban, ebben az osztályban most a 24 tanulóból 7-en tesznek fizikából érettségit, közülük 6-an emelt szinten, és a valamennyi projektben szerepelt programozás is, és talán ez is az oka annak, hogy szintén 3 tanuló emelt szintű informatika érettségit is tesz idén. Tehát mindenképpen ezek a projektek annyira elegendők voltak, hogy felkeltették a gyerekek érdeklődését, és ezeknél a gyerekeknél, akiket az előbb említettem, ez továbbtanulási cél is lett. A projekt végén kitöltötték tehát azokat az értékelő eszközöket, amik a közös munkára vonatkoztak, illetve ugyanazt a tesztet, amit az elején, mint előzetes ismeretfelmérő tesztet, hiszen azóta volt módjuk részletesebben hallani azokról a műszaki ismeretekről, amikre ezek a kérdések utalnak. Szintén ugye az együttműködésükről, saját magukról, illetve a társaikról kitöltöttek egy-egy online kérdőívet. Ezzel zárult ez a kis projekt, és mint látható volt, ebben a projektben fő szerepe volt a mikrokontrollereknek. Így módon olyan programozási feladatot oldottak meg a gyerekek, amik valamilyen módon a külső világhoz kapcsolódtak. Az a tapasztalat, hogy sok kollega szeretné ezt használni, ma azért az iskolák elég jelentős részében már elérhető a mikrobit, viszont nem mindenki fizika tanár, ezért nem mindenki tudja, hogy hogyan is lehetne ezeket az eszközöket a külső világ megismerésére fordítani, ami pedig bármilyen természettudományos projektben egy nagyon hasznos eszköz lehet. Amellett a gyerekeknek ez egy rendkívül motiváló eszköz, hiszen olyan modelleket lehet építeni, amik mozognak, világítanak, hangot adnak, és ezáltal a kreativitásokat is fejlesztik. Így a következőben egy pár dián arról lesz szó, hogy hogyan is lehet ehhez az eszközhöz külső eszközöket csatlakoztatni, illetve hogyan lehet használni a belső szenzorait. Az első ilyen az, hogy hogyan tudunk egy hangszórót kapcsolni hozzá. A hangutasítás blokk neve az, hogy zene és narancssárgák ezek az utasítások. Ha egyet behúzunk ide a programozási felületre, akkor azonnal megjelenik a mikrobit szimuláció alatt egy ilyen kis jack duo, ami ugye a fülhallgató vagy hangszóró kapcsolatot biztosítja. És itt látható is, hogy ez a kék, illetve lila vezeték az hova kapcsolódik. Az egyik a GND, vagyis Grand Föld kivezetéshez, a másikat pedig a nullás
kivezetéshez, amit idegen szóval PIM-nek is nevezünk, és ezzel meg is mutatják tulajdonképpen, hogy hogy kell egy ilyen külső hangszórót felkapcsolni a mikrobitre. Ezen a fényképen látható, hogy két krokodilcsipesszel bármilyen egyszerű kis hangszórót rá tudunk kapcsolni, és így módon a rátöltött program a hangszóróval megszólaltatható. Következő, amit bemutatnék, a belső szenzoroknak a használata. A mikrobit rendelkezik gyorsulásmérővel, észleli a hőmérsékletet, illetve a mágneses mező nagyságát, de a ledek kapcsán a fényerősséget is. Ezeket az érzékelőket a bemenet utasítás blokkban található kerek, ovális kerekben lévő változókkal tudjuk aktiválni. Két helyen találjuk meg, egyrészt konkrétan a bemenet blokkra kattintva, másrészt az alatta lévő három pont mellett, ugye a MOR a több utasításban szintén található, például a mágneses térerő jelző szenzor. Ha egy szenzort használni szeretnénk, akkor nyilván a szenzor értékét vagy tudni szeretnénk, vagy valamit szeretnénk csinálni a szenzor értékének függvényében. Éppen ezért az első dolog, amit érdemes megnézni, hogy kiírjuk azt, hogy az a szenzor mekkora értéket ad abban a helyzetben, ahol éppen vagyunk. Ehhez az állandóan utasításblokkba kiíratjuk itt konkrétan a fényerősség értékét. Ha egy ilyen szenzor nagyságát behúzzuk be a keretbe, akkor az egérmutató ráhelyezésével kapunk egy egyszerű magyarázatot, hogy tulajdonképpen mit is csinál ez a szenzor. Látható, hogy ez beolvassa a LED kijelző fényerősségét, és azt is megadja, hogy mekkora értékeket tud visszaadni, sőt, odaírja, nulla jelenti a sötétet, 255 a világos. A legtöbb szenzorhoz magán a szimulátoron is van egy kis szabályzó, mint a fényerősséghez is. Itt a mikrobit bal felső sarkában megjelent egy kis karika, amelynek a színét egy egyszerűen egérrel tudjuk a sárgától a szürkéig változtatni, mégpedig pontosan 0 és 255 között. Itt most a 63-as érték látszik, ezzel az van beírva, hogy állandóan ezt mutatja, ezért folyamatosan ezt írja ki. Ha a valóságban használjuk ezt, vagyis rátöltjük a mikrobitra ezt a programot, akkor az aktuális fényerősséget fogja kiírni, meg tudjuk mérni, hogy abban a teremben mekkora a fényerősség, le tudjuk takarni, megnézzük, hogy akkor mekkorát mutat, és így módon tudunk programot írni, hiszen ismerjük, hogy mekkora érték az mit csinál. Nézzünk itt erre egy konkrét értéket. Itt az a feladat, hogy megnéztük, hogy zseblámpával elő rávilágítva erősen 200-nál nagyobb értéket is mutatott. Éppen ezért itt ez a kis program azt mondja, hogy ha a fényerősség nagyobb, mint 200, akkor ezt a bizonyos nagy négyzetet mutassa, különben pedig egy picit. Így módon az elágazás két ágába bármilyen más utasítást is be tudunk tenni, ezért alkalmas valaminek a szabályzására, például alkalmas volt a gyerekek által elkészített sötétedésre bekapcsoló lámpának a működtetésére. Mikrobittel áramkört tudunk vezérelni. Itt az alján beszéltünk már arról, hogy megtalálható a VND, vagyis a föld kivezetés, mellette a 3 voltos pint látjuk, és van 3 nagy programozható pin, 0, 1 és 2 jelzéssel. Legegyszerűbb egy ledet, vagyis egy világító diódát vezérelni, amely nagyon olcsó 10-20 forintért kapható különböző színben, és annyit kell róluk tudni, akik még nem annyira járatosak az elektronikában, hogy nem mindegy, hogy hogyan kapcsoljuk az áramkörbe. Az egyik lába rövid, ez a negatív
pólus ezt a földhöz kell kapcsolni, a másikat pedig bármilyen pinhez. Itt például a sárga krokodilcsipet az egyes pinhez kapcsolta. Ha ezt a kapcsolást elkészítettük, akkor jöhet ennek a programozása. Ehhez szükséges utasításokat a haladó utasítás blogban találjuk, csatlakozó lábak címén, és innen használjuk elsősorban az első négy utasítást, ami az egyik a digitális, a másik az analóg vezérlést jelenti. Digitális írás-olvasás azt jelenti, hogy az értéke digitális jel, vagyis egyes, illetve nulla lehet. Ezt használjuk most itt ki a LED működtetésére. Egyszerű kis programban, ha az A gombot lenyomjuk, akkor a P1 pin, hiszen oda kapcsoltuk ezt a ledet, értékét egyesre állítjuk. Ez azt jelenti, hogy bekapcsoltuk, tulajdonképpen áramot kapott. B gomb lenyomására, pedig ugyannak a pinnek az értékét nullára állítjuk. Ez azt jelenti, hogy a B gombbal kikapcsolhatjuk ezt a lámpát. Ez a legegyszerűbb kis utasítás kész, tehát a gyerekek is ilyen mintakódokat kaptak a projekt feladatuk létrehozására. Külső szenzorok. Itt ebben a projektben például ezt a nedvességjelzőt használtuk, ezek pár száz forintos szenzorok. Érdemes egyébként készletbe venni őket, mert úgy egy szenzorra néz a még olcsóbbak. Viszont a kivezetésük az furcsa lehet annak, aki nem ismeri. Van egy plusz és egy mínusz jel, valamint egy konkrétan egy S-jel jelölt kis lábacska, ami a szignál jel rövidítése. Ez a három kis kivezetés lesz alkalmas arra, hogy ezt az áramkörbe kapcsoljuk. Ehhez speciális kis kábeleket, úgynevezett jumper kábeleket használunk, amiknek a vége ez szépen pontosan ráillik ezekre a kis tűz csatlakozókra, és a következőképpen kapcsoljuk be. Minusz, csak úgy, mint a LED-nél, a GND-re, vagyis a földre kapcsolódik, a plusz a 3 voltra, a szignál pedig arra a pinre, aminek a jelét programozni szeretnénk. Látható, itt a szignál a piros, rákapcsoltam a nullás pinre, zöld a plusz, ez került a 3 voltra, illetve a sárga mínusz a GND-re. Így módon bekapcsoltuk ezt a kis nedvességjelző berendezést, de most tudni szeretnénk azt, mekkora értéket is mutat. Ez viszont nem egy digitális jel, mert kicsit pontosabban akarnánk szabályozni, mint hogy van vezetés, vagy nincsen. Ehhez az analóg olvasás kódot használjuk. Szintén, ha rámegyünk az egérrel, akkor azt látjuk, hogy ez 0 és 1023 közötti értéket mutat. Ha rátöltjük ezt a mikrovitre, akkor azt írja ki, amit ez a berendezés mutat. Ezek után a gyerekek rácsöppentettek vizet, és megfigyelték, hogy mekkora az az érték, ami ez okoz, és az alapján állították be a szenzornak az értékét. Itt most értelemszerűen 0-át mutat, hiszen ez egy szimuláció, és nincs hozzá csatlakoztatva, vagyis nullát olvas ki. Így tud működni. Például kiolvasták, hogy pár csepp 10 az 70-nél legalább nagyobb értéket mutat. Ha a P0 érték nagyobb, mint 70, akkor jelen esetben itt megjelenik egy mosolygós fejecske, különben egy szomorú fejecske. Így módon a rajta lévő víz mennyiségével lehet szabályozni azt, hogy mit mutasson. Ezt lehet például vízszint jelzésére is használni. Most nyilván azért mutat szomorú fejecskét, mert amit kiolvas, láthatjuk az előbb az nulla, és az nem nagyobb, mint 70. Másik, ami nagyon érdekes, az a szervómotor. A szervómotor egy olyan kis motor, aminek a szögelfordulását lehet alkalmazni. Amint a szervomotor utasítását behúzzuk az utasítás blokkba, megjelenik itt a szimulátoron is, és mutatja a bekötést. Tehát igazából csak a színekre kell odafigyelni, hogy melyik vezetéket melyikre kapcsoljuk, és már programozhatjuk is.
Az ehhez kapcsolódó utasításblokk szintén az előbb említett csatlakozó lábak között van, csak kicsit le kell görgetni az alsó kettő szervó írás lábra, hány fok, illetve milyen időben. És itt találunk egy mintaprogramot, ami például az ablaktörlő programja volt. 180 fok és 0 fok között forog, ez azt jelenti, hogy itt a bal oldalon a szimulátoron a kis motorkar az 180 fokot fordul oda-vissza, mégpedig az ágomnak a lenyomására. Ide az igazhoz lehet egy bizonyos feltételt írni. Nyilván ide a gyerekek azt tették be, hogyha a nedvességjelző szenzor értéke az egy bizonyos számot elér, előbb láttuk, hogy ott 70-nél határozták. A mikrobitát egy nagyon sok oldalon használható eszköz, amit akár a digitális témáiton is meg lehet valósítani projektfeladatként. És tegnap láttam meg először ezt a felületet, a szokásos programozási felületen, tehát a mikrobit.org-on létrehoztak egy osztálytermet, amely egy csupat sejtető lehetőség, egyelőre béta verzióban. Hát először is létre lehet hozni egy osztálytermet, ahol a szerkesztőben az általunk szerkesztett kódot egy gombnyomással meg tudjuk osztani a belépett tanulóknak. Tehát akár tudunk nekik segíteni, vagy valamit bemutatni, vagy valamit, hogy folytassanak, illetve egészítsenek ki. Ide egyébként szokásos módon lehet belépni, kapnak egy linket és egy PIN-kódot, és így módon arra helyre jutnak be, amit a tanár létrehozott. Ami nagyon jónak tűnik, hogy lehet látni a tanuló kódjait, tehát figyelemmel lehet kísérni a munkáit, sőt, vele tölteni óra végén akár az egész dokumentációt, hogy melyik diák milyen kódot írt, és ki lehet jelölni tanulókat, hogy megosszák a saját kódjukat a többiekkel akár élőben. Az óra végén két lehetőségük van, vagy az előbb látott Word file-ba le tudjuk tölteni, amit ők készítettek, vagy pedig le tudjuk HTML file formájába tölteni az egész végzett munkát, és így módon a következő órán onnan lehet folytatni a munkájukat, ahol abba hagyták. Ez egy jó lehetőség, tegnap jelent meg, szerintem érdemes kipróbálni. Ha már mikrobitnél vagyunk, és szabadulószobáról is volt szó, tavaly volt nekünk ez a bizonyos sugározónban élünk című projektünk, aminek az egyik feladata a nukleáris szabadulószobából történő kiszabadulás volt. És ezeket a szenzorokat nagyon jól lehet használni ilyen típusú feladatokra is, akár úgy, hogy a gyerekek készítik ezeket a feladatokat. Itt például a rózsaszínnel bekarikázott eszköz egy hangszóróval összekötött mikrobit volt, ami, ahogy a kódot megtekintjük, a mágneses térerősség nagyságának függvényében adott hangjeleket. Mégpedig, ugye megmértük a mágneses térerőség nagyságát, és az ezret ezzel elosztottuk, láttuk, hogy ez még viszonylag nagy értéket ad. Vagyis, ha közelebb vittük egy mágneshez ezt a jelet, akkor a mágneses erő értéke megnőtt, ezáltal, hogy ezret elosztjuk ezzel a nagyobb értékkel, akkor kisebb számot kaptunk, vagyis ez a szünet egyre kisebb lett attól függően, hogy milyen közel vagyunk egy mágneshez. Arra használtuk, hogy tulajdonképpen ez a mágneses jel volt a radioaktivitás, és így mondom, a gyerekek, ha közelebb lettek, akkor egyre gyorsabban
megszólaló, mire ritkább időközönként megszólaló jelet kaptak, úgymond, mint egy ilyen radioaktív sugárzás mérő. De lehet ezt használni más módon is, például lehet olyan feladatot írni, hogy rávilágítunk a mikrobitre, akkor kiír valamilyen jelet, egy kódot, vagy egy számot, vagy egy betűt, vagy hogyha jól megírnak egy kódot, és elküldik egy mikrobitnek rádiókapcsolaton, akkor az a mikrobit ad meg egy segítséget a szabadulás céljából, tehát ezt is fel lehet például használni a szabadulószoba működtetésére. 2018-ban találkoztam először a Microsoftnak a Hacking STEM tevékenységeivel, akkor az említett Ember mint robot projektünkbe készített az egyik csoport robotújat, itt található leírás alapján, akkor még Arduino-val. Az elmúlt időszakban örömmel vettem észre, hogy ezek a projektek egyre nagyobb számban jöttek létre, illetve hogy ezek a projektek mikrobitre és működtethetők. Azt látjuk, hogy ez a kis robotúj, ha a gyerek felvette az ujjára, akkor behajlított egy robotkart, nyilván egy egész kézre megoldani, ez még több munka lett volna, mint csak az ujjat készítettük, és ezt egy Excel táblázat segítségével szimulálni is lehetett. Melyik kar, melyik új hogyan mozgott. Ez a tevékenység most már mikrobitre is elérhető, mint sok más is az itt láthatók közül. Amiközül a kedvencünk, amit már nagyon sokszor megcsináltunk, az elektromágneses spektrum vizsgálata, de lehet űrzoknit készíteni, szeizmográfot, illetve távírót is, illetve most folyamatban van a cápa mozgás szimulálására alkalmas kis projektnek a felkészítése. Érdemes ezeket be is belenézni. Itt most ezt a távíró modellt láthatjuk, ami nagyon egyszerű eszközökből készül, konkrétan rohadcsipes műanyag doboz, mágnes és pár vezeték kell hozzá a mikrobiten keresztül. Viszont ezt a feladatot látva, mint egyébként normál tizedikes tananyagként az elektromágneses témakörében, éppen a múlt héten csináltunk meg, egy projektet is köré lehet építeni. Konkrétan itt azon túl, hogy kapcsolódik a fizikához, az informatikához, kapcsolhatjuk a matematikához is, hiszen morzekódot kell küldeni. A morzekód pedig különböző jelek váltakozásából áll, ott rá lehet kérdezni, hogy hányféle jelet lehet készíteni, tehát kombinatorikai probléma, a melyik betű milyen gyakorisággal fordul elő, azok a gyakoriságok ugyanúgy a magyar nyelvben is benne vannak, vagy nincsenek, illetve történelmi eseményhez kapcsolni, hiszen ez a távírás, ez a konkrét kommunikációs csatorna volt, mint a II. Világháborúban is. Két rövid videón, amiknek nincs hangjuk, láthatjuk, hogy hogyan is működik ez, tehát a mikrobitre rátöltött kód, egy Excel táblázaton keresztül a kódolást, mint pedig a dekódolást lehetővé teszi. Az első videón a gyerek beírja a szalma szót, aztán azt fény és hangjelzéssel kódot küld a mikrobitnek. Így módon a gyerekek azt tudták eljátszani, hogy egy kódolt üzenetet hogyan lehet megfejteni, illetve a másik videón pedig a ruhacsipes segítségével ad kódot. Konkrétan itt összesen 3-4 betűs szia szó, ami is olyan egyszerű, hogy a megfelelő ütemben morzsajeleket leadjuk. Ez egy nagyon érdekes projekt, hatodikos informatika szakkörön is megcsináltuk, tehát kisebb gyerekek is tudják ezt oldani. Egyébként az iskolánkban most azt tervezzük, hogy ezeknek a projekteknek a segítségével minden évfolyamra 5-től 12-ig kidolgozunk egy anyagot, amit
pedagógiai programba illesztve minden évben valamennyi osztályban végrehajtunk. Mindenkinek legyen egy természettudományos projektnapja. Ezek az anyagok teljes mértékben ki vannak dolgozva, tehát megtalálhatjuk az instrukciókat, hogy kell építeni, meg le lehet tölteni a hozzátartozó Excel-fájlt és a kódot Mikrobitre, illetve Arduino-ra, valamint ott majd konkrétan ilyen eszközökre van szükségünk. Én azt javaslom, hogy mindenki próbáljon megvalósítani projektet. Ha már van kész projekt, és valaki még nem olyan gyakorlott, akkor valósítson meg először egy pici projektet, vagy akár csak egy projektfeladatot, mert annak a sikerélményén, illetve látva, hogy a gyerekek ezt mennyire élvezik és szeretik, hát ha kedvet kap, hogy még komolyabbat valósítson meg. Biztos vagyok benne, hogy ez sok esetben így van, felbátorodik az ember, tapasztaltabb lesz, és egyre összetettebb és komolyabb projektet valósítani. Ennyit szerettem volna mondani, és köszönöm mindenkinek a figyelmét.